Nemes Gábor, a közlekedési szakszervezetek országos szövetségének a vezetője, a vendégem. Jó reggelt kívánok! Nemes úr, amikor ön itt van a stúdióban, akkor nyáron megkérdezzük mindig, hogy meleg van-e a buszokon, télen, hogy fűtik-e rendszeresen a buszokat. Most viszont hadd kérjem valami egészen mással. Szakszervezeti vezető volt, így hívtuk be mindig ebbe a stúdióba, erről beszélgettünk, amióta én ezt a szakmát így reggelenként üzöm. Viszont egyszer csak úgy döntött, hogy elmegy pártpolitikusnak. Kilépett annyiban a nyilvánosság elé, hogy az egyik párt nevezetesen a Demokratikus Koalíciónak az országgyűlési képviselő jelöltjeként kívánta magát megmérettetni a választásokon. Ilyenkor egy szakszervezeti vezetőt, hogyha megmarad szakszervezeti vezetőnek, akkor a szakszervezeten belül egy átpolitizált országban bántják, vagy támadják, vagy helyeslik azt, amit tett? Van például a szakszervezetén belül fideszes, jobbikos, kereszténydemokrata képviselő, és akkor azt mondja, hogy hogy képviselette Gábor a mi szakszervezetünket, hogyha az egyik pártnak a képviselője is lettél? Hát természetesen megvannak ezek a problémák, hiszen úgy, hogy az ország nagyon megosztott, ez a szakszervezeti mozgalomban is így van. Én éppen azért adtam fel a BKV-n belüli szakszervezeti tisztségemet, mert munkahelyen belül azért ezt nagyon nehezen lehet külön választani. Itt az Országos Szövetség vezetését, ezt ilyen szempontból, mint társadalmi funkció meg tudtam tartani, illetve ebben a támogatás is megvan, és természetesen, ahogy ön is mondja, igen, megtalálhatóak a szakszervezeti mozgalomban is a jobboldali, a baloldali nézeteket képviselők is, de én úgy ítélem meg, hogy a szakszervezet és a szakszervezeti mozgalomnak elsősorban baloldali értékrendet kell, hogy képviseljen, és talán ezért is tudtam, vagy ezért is vállalom azt föl, hogy ilyen szempontból egy baloldali demokratikus párttagjaként is végzem tovább feladatomat. Ezzel biztos, hogy vitatkoznak majd a fideszes és a jobboldali képviselők, de maradjunk akkor ennyinél. Most egy petícióval is fordultak a kormány felé, illetve azt mondják, hogy most már lopják is gyakorlatilag a munkavállalóknak a pénzét. Mire gondolnak? Hát a petíció az arról szól, hogy bármilyen meglepő, ezen sokan meglepődnek, a járvezetés mint szakma nem létezik. Tehát segédmunkásként végzi ma feladatát egy autóbuszvezető, vagy bármilyen járvezető, teherautó, gépjárművezető, tehát akár a kamionos, és ez komoly problémákat okoz. Milyen most problémákat? Már. Ez komoly szakmai megfelelés hiányt jelent, vagy pedig anyagi megbecsülés hiányát a segédmunkás besorolás miatt? Hát egyrészt a munkaerő hiány magas szintjére is kivetíthető ez a probléma, tehát nagyon sok fiatal pontosan azért nem vállalja ezt, mert nem látja azt, hogy segédmunkásként neki jövője legyen. Másrészt pedig anyagi vonzata is van abból a szempontból, hogy például a teherfuvarozásban minimál jövedelmen számolják, vagy minimál béren számolják el a munkavállalók a járvezetők bérét, miközben nyugaton, a külföldi államokban azért is mennek ki sokan, mert a kinti jövedelem után fizetik be a különböző járulékokat, és ezután kapják majd meg a nyugdíjat. Tehát kvázi itthon veszteség éri őket, és éppen ezért... Ekkor sok a segédmunkások? És mint segédmunkások, főleg a teherforrozásban nem tudják az úgynevezett bértáblát elkészíteni, amely például akár az előre menetelt is valamilyen módon meghatározott. Múltkor beszélt a járművezetőknek a hiányáról, meg arról például, hogy miért mennek Bécsbe autóbuszvezetőnek, ugye a magyar munkavállalók. Segítsen nekem egészen konkrét példán megérteni, hogyha mondjuk Krisztina, akinek egy B-kategóriás jogosítványa van, vagy nekem. Mi ketten ma reggel úgy döntünk, hogy elég volt a televíziózásból, elmegyünk BKV-sofőrnek, akkor például mi milyen hamar tudnánk BKV-sofőrök lenni? Szerintem egy fél éven belül. Tehát, és ez elégséges-e? Mert ugye a kérdés az főleg arra vonatkozik, hogy akik a mi útjainkat biztosítják, kellő szaktudással bírnak-e? Hát természetesen a rutin hiányozni fog. Tehát pontosan ezért kellene sokkal jobban megbecsülni a járvezetőket, hogy egyrészt a rendszerben ne következzenek be hiányosságok, ne következzen be munkaerő hiány, folyamatosan meglegyen az utánpótlás, és a szakmai utánképzés is ilyen formában meglegyen, megfelelő időszak álljon rendelkezésre, hogy a kieső járvezetők helyett a megfelelő szakmai pótlás meglegyen. Erre egyébként nagyon klasszikus példa, hiszen volt szerencsém Svédországban egy olyan tanintézetbe, szakközépiskolai szintű oktatási intézményben ott lenni, ahol
egy komoly többéves képzés áll rendelkezésre ahhoz, hogy fölkészítsenek egy árvezetőt, és úgy, hogy akár az első 2 évben csak humán tantárgyakat tanulnak, tehát úgymond háttérfelkészítések vannak, és majd a második év végén kezdődnek el az, hogy most valaki kamionos lesz, autóbuszvezető, stb. Ha van szakma, ahol jelentősége van a kollektív szerződésnek, az pont az önöké. Most a sofőrök éppen nem írják alá. Mi a baj a kollektív szerződéssel? Hát, ha országos szinten nézem, akkor az a baj, hogy az nem baj persze, hogy helyi szinten vannak kollektív szerződések. A baj az, hogy a jelenlegi kormány, illetve az előző 2 ciklusában is tulajdonképpen a szociális párbeszéd intézményrendszerét lebontották, lerombolták teljesen, és ágazati szinten hiányoznak a kollektív szerződések, ami nagyjából egységes szabályozást, egységes foglalkoztatási feltételeket teremtene, akár a járvezetők számára. De ez most probléma. A kormány oldaláról, vagy a sofőr oldaláról hiányzik az ebben való konszenzus? A járvezetők, vagy a munkavállalók, sőt a munkáltatók is készek lennének a párbeszéd munkájában részt venni, a kormány nem teremti meg azokat a feltételeket, amelyeket egyébként a 2004-es uniós csatlakozásnál kötelezettségként fölvállalt. Tehát az egy alapvető elvárás volt, hogy középszinten, ágazati szinten létrejönnek a szociális párbeszéd intézményei, ami elősegítették volna azt, hogy sokkal több ágazati szintű kollektív szerződés szülessen. Mi a következménye, ha ez nem történik meg? Hát az a következménye, hogy lám... Kétharmados választás. Lám, itt is itt tartunk, hogy évtizedek óta küzdünk azért, hogy járvezetést, mint szakmát elismerjék, és az ehhez párosuló szakmai háttér sokkal jobban megvalósuljon, ez azt gondolom a kormány. Mindvégig szakmai háttérről, meg szakmai kompetenciákról beszél, nem csak most, hanem korábban is. Akkor, amikor azt mondta, hogy volt Svédországban, meg ugye tudjuk, hogy még ausztriai kapcsolatai is voltak, még Németországi is. Összehasonlították például azt, hogy nálunk például mindaz, amiről beszél, többe a baleset? Többe a baleset például a buszoknál? Én erre azt tudom mondani, hogy nem megbántva egyik közlekedési céget sem. Amikor elkezdték szétdarabolni Budapesten az autóbusz ágazatot, tehát nagyon sok kiszervezés történt, statisztikailag igazolható, hogy a balesetek száma emelkedett. Most azon belül én most nem vizsgálom, hogy ezek milyen súlyak, de nagyon híresek voltak a BKV járvezetők arról, hogy mondjuk 2010 előtti időszakot nézve volt olyan statisztika, hogy 800 000 kilométert tett meg egy járvezető, még egyáltalán valamilyen szintű balesetet okozott. Ez egy nagyon szerencsére brutálisan magas szám, ami igazolta azt, hogy nagyon magas rutinnal rendelkező járvezetők dolgoztak itt Budapesten. Ez a szakma ilyen szempontból nagyon sok minden probléma miatt felhívult. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártálunk ma reggel. Köszönjük, én is köszönöm szépen a lehetőséget.